Szia! Most ez egy érdekes, az eddigektől eltérő videóformátum lesz, mert hogy kavarog néhány gondolat a fejemben az elmúlt hétről, és gondoltam, hogy megosztom. Persze, természetesen azért nagyon nem térünk el a bulvár témába, de kicsit személyesebb jellegűek lesznek a dolgok. És hogy miért a Brain Bar van most itt a kezdőképernyőn, innen jött egyébként az ötlet, ugyanis elmúlt héten csütörtök pénteken egész végig itt voltam, én egyébként nagyon ajánlom, és itt többen is odajöttetek hozzám, aminek nagyon örülök, és rám köszöntök, és stb. De érdekes tapasztalás volt, hogy többen követik a videóimat, de mégis nem igazán tudják a hátteremet, most megint nem akartam így fogalmazni, nyilván nem elvárható, vagy nem várom el, de többen megkérdezték, hogy jó, de akkor mit dolgozok? És innen jön az ötletem, hogy akkor most gyorsan 2-3 percben bemutatkozok. Egyébként lehet, hogy a hibám, nem szoktam minden videó előtt bemutatkozni, mert 18 évesen megnyitottam az első értékpapír számlámat, és abban a 14-5-6 évben, amíg dolgoztam, végig ez lebegett a szemem előtt, hogy minél magasabb bevételre törekedjek, lehetőség szerint minél alacsonyabb költségszinten éljek, minél többet meg tudjak takarítani ugye a bevételemből, és ezt befektetve idővel elérjem a teljes anyagi függetlenséget, tehát hogy ne kelljen már pénzért dolgoznom életem során. Tehát amikről én itt a videóban beszélek, anyagi függetlenség és egyebek, én ezen az úton már végig haladtam, illetve hát vége persze sosincs, de mondjuk úgy, hogy ezen az úton már elég sokáig elhaladtam, tehát én most már lassan 10 éve abszolút a befektetéseimnek a hozamaiból élek, és azóta is egyre nagyobb lett a portfólióm, szerencsére az elmúlt időszak jó hozamainak, úgyhogy én ezt, amiről beszélek, én ezt végigjártam, meg úgy érzem, hogy van benne némi tapasztalatom, ezért is foglaltam össze ezt az egész utat, illetve az ehhez való tudást magyarul a könyvemben. Azt mondja, hogy ebben szerintem mindaz megtalálható, ami ehhez szükséges, ez nem egy bonyolult dolog, minél többet kell keresni, lehetőleg keveset kell költeni, be kell fektetni, értelmes, értékteremtő cégekbe, ha egyáltalán válogatsz részvényeket egyedileg, de én inkább a piacba való befektetést, az ETF-et preferálom, hogy megint elfelejtettem mondani az elején, nem befektetés, tanácsadás, ugyan egy-két részvény talán el fog a maiban hangzani, de ez nem azt jelenti, hogy én ezekbe javaslom, hogy fektess be. Ha bármit javasolhatok, akkor ez a hosszú távú ETF befektetés a piacba. Szóval rólam röviden ennyit, tehát én most már nagyon régóta ebből élek, mármint a befektetéseim hozamából, és ezért kezdtem el az utóbbi pár évben, hogy egyre jobban ezzel foglalkozni. Nagyon sok emberrel találkozok szerencsére. Szerintem elég sok mindenkit érdekel ez az anyagi függetlenséges téma, ezért írtam meg róla a magyar nyelvű összefoglaló könyvet. Ha sokat olvasgatsz külföldi blogokat, meg nézel videókat, FIRE témában, meg stb., akkor lehet, hogy számodra ebben nem lesz sok újdonság, de szerintem magyarul ezt érdemes volt összefoglalni, úgyhogy ajánlom a könyvem, ha lehet ilyet mondani. És akkor miért Brain Bar? Mert hogy ott is mondom, többen odajöttek hozzám, és akkor így elbeszélgettünk erről, hogy akkor most tőzsde és stb. Ja, és akkor a Brain Barról csak annyit. Én nagyon szeretem, én egyébként tavaly nem voltam, és akkor megfogadtam, hogy idén menni fogok. Nagyon érdekes előadások voltak, 3-4, inkább 4 nagyobb színpad volt, és azért is gondoltam, hogy ezt most gyorsan beteszem ide, ugyanis hogyha fölmentek a YouTube-on, beírod, hogy Brain Bar, és rámész arra, hogy élő, akkor itt láthatod, hogy itt van az idei főszínpadnak a teljes műsora, tehát 10 órán keresztül, mert elég sokat kell beletekerni, mert sok benne a szünet, de hogy itt van a teljes műsora, és akkor itt van a tavalyi is, amiket most elkezdtem megnézni. Mondom, ez csak egy színpad, de nagyon sok gondolatébresztő előadás van, és most nem mennék bele, mert nagyon sok területről volt szó, ugye nem csak a pénzügyek, hanem inkább ilyen jövőkép, hogy mi ugye befektetőként hosszú távon arra appellálunk, vagy azt tervezzük, hogy 10-20-30 évre befektetünk, és a cégeink hozamának a értéknövekedéséből, osztalékából fogunk megélni. Kisebb-nagyobb mértékben, természetesen nem kell teljesen kivonulni a munkapiacról, hogy én tettem. Van, aki ezt az anyagi függetlenséget egyfajta biztos háttérként használ, és teljesen elfogadom a véleményét. Itt azért volt több olyan előadás, ami eléggé elgondolkodtató volt a jövőképünkkel kapcsolatban, hogy vajon 10-20-30 év múlva milyen világot fogunk élni. Nyilván ezeket nem lehet tudni.
A környezeti hatások témakörében gondolkodtam el azon nagyon, hogy vajon milyen jövő lesz az, ami 10-20-30 év múlva ránk vár. Emellett nagyon örültem neki, hogy élőben is meghallgattam Pogácsa Zoltánnak az előadását, egyébként több előadását hallgattam meg az utóbbi időben. Ugye ez a fenntartható gazdaság, társadalmi összeomlás, munkaalapú társadalom, gyakorlatilag ő a nem növekedésről írt egy könyvet, amit most ezen a héten be akarok szerezni meg elolvasni. Nagyon érdekes prezentációja volt arról, hogy mennyire nem fenntartható ez a fajta növekedés, ugye amire a jelenlegi civilizációnk, vagy társadalmunk, vagy gazdaságunk épül. És nyilván nem akarok belemenni most ennek a messzire vívő elvéleti fejtegetésébe, de ami minket érdekel, ugye az a tőzsde. Tehát ha mi befektetünk a tőzsdére, és arra számítunk, hogy 10-20 év alatt ezek a cégek szépen nőni fognak, akkor nem biztos, hogy ebbe az irányba megy a társadalmunk, meg a gazdaságunk, meg az egész piac. Úgyhogy érdekes és elgondolkodtató. Javaslom, hogy nézzétek meg az előadásokat, épp mint az övé pont nincs benne, már a Pogácsa Zoltáné, mert az egy kisebb teremben volt, ahol egyébként sokkal inkább ilyen kisebb 20-30 fős előadások mentek, és így sokkal jobban lehetett kapcsolódni, beszélgetni, kérdezni az előadóktól. Na és akkor térjünk is át a idézőles hírekre. Olvastam egy jó cikket, azt mondja, Telex, az NFT-k nagy része nagy büdös semmit ér. Hát nyilván clickbait a cikk, de egyébként érdekes, és mindjárt meg is mutatom ezt a DebtGamble-ös oldalt, szóval a lényeg az, hogy megvizsgáltak sok 70 ezer darab NFT-t, és kiderült, hogy a nagy részük, 90%-uk semmit ér. Ugye 2 évvel ezelőtt volt egy nagy hype az NFT-ből, mindenféle ilyen érdekes, ilyen majmos, meg egyéb képeket meg lehetett venni, aminek különösebben sok értéke, már akkor is nehéz volt megmondani, meg megmutatni, de valami olyasmi volt, hogy egyedi, meg egy darab van belőle, meg nem lemásolható, meg stb. Nekem annyira nem ment ez át, de lehet, hogy ez már koromból adódik. Van itt még egy, hát ugyanez Pepitában, a PC World-nek a cikke, síralmas helyzetben az NFT piac, ugyanabból indulnak ki, úgyhogy gyakorlatilag a saját megfogalmazásukban ugyanezt mondják el, hogy nagyon nagy része nem ér semmit ezeknek az NFT-nek. És akkor itt az eredeti cikk, hát engem ez ütött meg egyébként, ezért jó egyébként mindig az eredetet elolvasni, mert nyilván a magyarított cikkben már mindenki hozzátesz a saját véleményét, mint hogy egyébként én is ugye a privát véleményemet mondom el mindig ebben, nem befektetési tanácsadás és a szokás a szöveg. Szóval ez, hogy még konkrétan 2 évvel ezelőtt 80 millió dolláros volt a hetes, egyheti forgalom ezekben az NFT-knek, ez most már a 3%-ára esett vissza 2 évvel később. Szóval, hogy volt egy nagy felfutás, egy nagy ilyen, hát belemagyarázás, vagy bocsánat, nekem ez belemagyarázásnak tűnt már akkor is, hogy mit ér ez az NFT, és ennyi, elmúlt. Volt egy hype, és nagyjából elmúlt. Legalábbis a cikk alapján úgy így tűnik, nem értek hozzá, nyilván megillesznek 5-10, akik odaírják a YouTube alá, és egyébként welcome, tehát nyugodtan írhattok hozzá véleményt, hogy ők meggazdagodtak, meg megvettek valamit 1 dollárért, eladták 100-ért, ez tök jó. Csak ugye itt jön be a túlélési torzítás, hogy a többi 1000-5000-10000 ember nem fogja odaérni, hogy ja, hát igen, ő is vett, de igazából bebukott, mert nem ér semmit. Ugye az emberek arról szeretnek beszélni, ami sikerült, arról meg kevésbé, ami nem sikerült. Ugye, amikor bármilyen témában olvasol valamit, és csak azt látod, hogy sokan odaírnak, hogy hú, meg ház, milyen jó, akkor azon kell elgondolkodni, hogy vajon hányan vannak, milyen arányban vannak azok, akik meg viszont ezzel veszítettek. De ők nem fogják odaérni. Úgyhogy a cikk hosszú, annyira nem mennék hát rajta, nem sokat érnek ma már, úgy tűnik az NFT-k, és emellett ugye elég nagy környezetterhelés volt ezeket a hát értéktelen semmiségeket létrehozni. Szóval eddig sem mondtam, hogy fektess NFT-be, ezek után se tudom, hogy mi lehet benne. Eleve nem annyira szeretem ilyen témakörben a befektetés szót használni, már olyan szempontból, hogy számomra az a befektetés, ami értéket állít elő, valamilyen módon új, magasabb értéket teremt. Én ezekben a részekben nem vagyok meggyőződve, hogy egy NFT milyen értéket tud teremteni, ami miatt az ára is várhatóan hosszú távon, 5-10-20 éven belül, vagy ilyen hosszú időtávra is nézve, folyamatosan megy fölfelé. Nyilván a részvények nagy részére sem mindig ez így igaz, de azért bízva a piacban és az esetleges fejlődésben elég jó eséllyel számíthatunk arra, hogyha megvásárolod a részvénypiacot, akkor az várhatóan fölfelé fog menni hosszabb időtávon belül biztosan. Na de ha nem NFT-be fektetünk,
akkor mibe fektessünk, olvastam a reggeli másik hírt, akkor ugye még mindig itt van az ingatlan. És ez csak így innen jött, olvasgattam reggel híreket, hogy George Clooney mégse adja el, 107 millió dollárra tartott komó tavi házát, és hát nem tudom, hogy villának van ez itt minősítve, nem tudom, mennyire látszik a képen, nekem ez egy kocka többnek tűnik, hát nem akartam lekádár kockázni, mert azért annál kicsit nagyobb, de hogy 107 millió dollárt érne, az ilyen lájtos 30, inkább 40 milliárd forintot, nyilván biztos nagyon szép belülről. Szerintem ebbe nagyon nagy részt benne van az, hogy ez a George Clooney háza, tehát egy dupla szorzót biztos, hogy ér, és már amiatt, hogy az övé, felértékelődött, úgy értem, és amiatt ki akartam ezt emelni, hogy valahol itt van, hogy 2002-ben vette, és valahol látszik, és igen, itt van, tehát 14 millió dollárért vette 2002-ben, és most ugye nem sikerült eladni a 100 akármennyiért, tehát mondjuk egy 6-os, inkább egy 7-es szorzóval, de mondom, szerintem kettővel osszuk el ezt, hogyha ez nem George Clooney lenne, hanem egy akárkié, tehát mondjuk ha erre a házra azt mondtad, hogy felújítottak egy tüdőgondozó intézetet, a Balaton valahol van egy egészen szép Bogláron, Füreden van azt hiszem egy tüdőgondozó intézet, hasonlóan szépen néz ki, nem tudom mennyit ér, de mivel nem a George Clooney, biztos sokkal kevesebbet ér, annak ellenére is, hogy mondjuk 10-szer ekkora. Szóval 2002, tehát több mint 20 év alatt nem sikerült a 6-szorosát hoznia, és eljutott eszembe, hogy hát nézzük már meg, hogy akkor mennyi hozott az S&P 500 abban az időszakban. 2002 ugye bőven a dotcom lufi kidurranása utáni időszakban vagyunk, ugye az ilyen 2000-2001, tehát itt ilyen 150-es, az S&P 500 150-ről lement 80-90-re, tehát majdnem lefeleződött abba az évbe. Tehát ha te 2002-ben csak simán megveszed az S&P 500-ot, mint amit már ugye néhányszor említettünk itt a csatornán, persze nem befektetési tanácsadás, akkor a 90-es pontról vagy értékről 430-ig föl tudtál menni, az ötszöröse gyakorlatilag. Tehát ha akkor betetted a pénzed, ezt vásároltad, akkor az ötszörösére tudtál fölmenni. Na most George Clooney-nak nem sikerült az ingatlanból kihozni ezt a 8-szoros szorzót, és mondom, ha levonnánk belőle a George Clooney összetevőt, akkor az ingatlanpiac nem biztos, hogy hozott ennyit az elmúlt 20 éves táblatban. Nézzük is meg gyorsan. Jó, végre találtam egy normálisabb grafikont, mert azért a lakásárak is nagyon szépen változtak ebbe az elmúlt 20 évben, mint a magyarországi lakásárak. És akkor itt pont van egy 2002-től induló, 60-70-től indul, ez most itt százalékban van megadva, a 2010-es érti 100%-nak. Tehát ott volt egy jó 10 évig, vagy közel 10 évig felfelé, majd 6-8 évig visszafelé, majd ugye az elmúlt időszak nagy árobbanása. És ha megnézed, ezt a közel 70 pontról vagy százalékról fölmentünk 300-ig. Tehát 5-6-szoros ára a magyarországi ingatlannak is lett, úgyhogy nem kell George Clooney-nak lenned ahhoz, hogy ezt a 5-6-8-szoros szorzót te is összehoz az elmúlt 20 évben. Mondjuk az igazsághoz azért hozzátartozik, hol van itt nekem egy jó kis USD hufom, hogy az ingatlan azt ugye dollárban próbáljuk meg, legalábbis a George Clooney biztosan dollárban van mérve, vagy euróban. Úgyhogy azért itt van egy jó dupla szorzó, közel dupla szorzó, az akkori 200 forintos dollárára, az ugye ma közel a kétszeresét éri. Szóval a hazai ingatlanból is ezt meg lehetett csinálni, de hát a kedvenc vesztőparipámat azért még hadd emeljem be, hogyha akkor 2002-ben te nem komói ingatlanba fektetsz, hanem egy jó kis magyar OTP-be, és bocsánat, hogy meg az OTP-t emelem ki, de egyszerűen magyarok vagyunk 20 évvel ezelőtt, ez volt elérhető. Tehát nem tudom, kivásárolt 20 évvel ezelőtt a komói tónál ingatlant, bizonyára jóval kevesebben vannak, mint akik akkor részvényt vásároltak. 2002-ben azt mondja, hogy ilyen 2000, hát 2000 forint környéke volt, 2002-2004, évvége felé meg 2000 arra ment. Szóval ilyen 2000-2200 körül volt, és ugye hát mielőtt kitört volna a háború, 18 ezer volt magának a cégnek az értéke, de mondjuk visszavonom, mert végülis az anyag, hogy ma mennyibe kerül, hát erről mindjárt külön elmélkedek, hogy mi történt múlt héten, szóval 14 ezer forint környékén van az OTP, ami azt jelenti, hogy a 7-szerest egy normál magyar részvénnyel is elérhetted, nem is beszélve egyébként, nem vagyok egy nagy osztalékpárti, de azért 20 év alatt azok az osztalékok, amik itt jöttek, ilyen 5000 forintos értéknél, és pár száz forinttal, hogyha azokat visszafektetted az OTP részvénybe, akkor valószínűleg tartom, hogy az OTP részvényből jóval jobb hozamod lett, mint annak idején ingatlanból. Persze ez is százféle változó van, nyilván ha azt kiadtad, akkor ugyanúgy osztalékos hasonló
bevételezés származott belőle. Mondjuk nem tudom, hogy George Clooney ingatlanát kiadják-e, ebben nem vagyok járatos, biztos marha sok pénzért ki lehetne adni. Erről eszembe is jutott egy jó sztori, még annak idején, amikor voltam Hollywoodban, és voltam ilyen stúdió látogatás, hogy mondták, hogy jaj, jaj, hát várjam meg, mert mindjárt hozzák a nem tudom milyen ilyen golfkocsit, tudjátok, amivel a stúdión belül szálltják az embereket, és akkor hoztak, és mondták, hogy ebbe ült a múlt héten a mit tudom, melyik színész. És akkor néztem, hogy és akkor most mit kell csinálni, vagy hogy most nem ülhetek le abba a golfkocsinak a székébe, mert abba, és akkor mondták, hogy mitől a nagy színészek ültek benne, mondtam, hogy tök jó, de haladjunk. Utólag lehet látni, hogy miből mit hozott, és nem akarok az ingatlan befektetés ellen appellálni. Én ugye inkább részvénybefektető vagyok, természetesen az ingatlan is egy nagyon jó befektetés tud lenni, majd meglátjuk. És akkor ha már itt tartunk, akkor ezt az OTP sztori. Ja, ez az elmúlt 5 nap, ez megint szuper volt. Én egyébként nem szoktam nézegetni a részvényeim értékét, havonta csinálok, van egy kis Excel táblám, meg van egy telefonos appom, az úgy megmutatja, meg van egy másik, a Digrin, amit szoktam használni, majd azt is megmutatom. Szóval nem szoktam nézegetni annyira, hogy mi történik a piacon. Nekem ugye így kicsit nagyobb a portfólióm, vagy a szokásos talán egy kicsit talán nagyobb a portfólióm, ha lehet így mondani. Szóval nekem napi szinten néhány millióval mozog föl vagy le az összvagyonomnak az értéke. Ugye a teljes vagyonom nekem értékpapírban van, nincsen semmi másom. Van egy fél autóm. Még nagyjából ennyi. És akkor ugye jött egy bejelentés, ami nem bejelentés, hogy meglengedték, hogy esetleg a bankadót azt továbbra is kiterjesztik, ugye elvileg idén kellene vége lennie, és akkor a jó kis 14.500-ra végre fölkalimpálta magát az OTP, az így ting leesett egy pár nap alatt, nem tudom, aznap leesett 14.000 forintról, talán 13.000-re, 6-8%-ot, majd másnap be is mondták, hogy igazából nem lesz ebből semmi, és akkor így vártam, hogy jó, hát akkor majd akkor ez pikpak vissza is megy, de hát ugye nem ment vissza, és erre ma olvasgattam, hogy jó, hát azért, mert ugye az elmúlt egy évben, nem tudom, fél évben, egyébként az OTP-vel egy jó 50%-os, hol van a január? Itt van valahol a január. Ugye 10.000 forintra indultunk idén, és 15.000-ig gyakorlatilag fölment, szóval idén egy jó 50%-ot lehetett hozni az OTP-vel, és hát, hogy ez túl sok emelkedés volt, és akkor egy kicsit a piac már erre a korrekcióra várt, hát mondjuk én annyira nem vártam rá. Maradjunk annyiba, hogy sokat kivett a portfóliómból, mondjuk úgy, hogy sokan örülnének az éves fizetés nettóba annak, ami pár nap alatt elszállt a portfóliómból. Mondanám, hogy ezt így megszokja az ember úgy az idők során. Hát egyébként nem, vagy legalábbis nem esik jól. Nyilván reménykedünk benne, hogy továbbra is fölfelé megy. Maga a céggel nem történt semmi, tehát megint nem arról van szó, hogy a cégnek változott volna meg bármilyen mutatója. Külső forrás, külső okok miatt változott meg, természetesen ez kihatása van a cég eredményére, hiszen ha elvonja az állam a nyereségét, akkor nyilván nekünk, tulajdonosoknak kevesebb marad. Szóval jó kis bukó volt ebben az elmúlt pár napban az OTP részvényben is. És akkor innen jut eszembe, hogy még az is lehet, hogy drága telefont fogok vásárolni. Életemben nem fordult elő, de ugye az Apple kijött a legújabb telefonjával, kizárt dolog persze, hogy a legújabbat vegyem meg, de már színnél kerestem magam az Apple részvényekkel, és már évek óta érdelődik bennem, hogy most már kéne egyszer venni legalább egy Apple telefon, már hadd tudjam már meg, hogy miből lettem idézőbben félig gazdag, mármint hogy félig az Apple-től. És akkor elkezdtem nézegetni az árakat, félmilliós, meg 400.000 forintos ezek a telefonok, hát hihetetlen, de csak azért merült föl bennem, hogy vegyek egy ilyet, mert a jelenlegi telefonom, ami egy nem tudom mi, 2 éves, eddig megbízottan működött, kezd nem működni. Nem tudok vele fizetni. Most már többször belefutottam, hogy nem fogadja el a érintős fizetést a telefonom. Kikapcsol, nem működik, most frissítettem, stb. Szóval kezd elromlani. Csak emiatt vennék telefont, és akkor innen jött az, hogy akkor esetleg vennék valami drágább telefont, már nem drágábbat, hanem, és akkor pont erre akarom kihozni, hogy eddig jó volt ez a telefonom, mert hát működött, tehát nekem telefonálásra kell, meg tudjam nézni az e-mailjeimet, Facebookot, stb. De ugye az elmúlt fél évben, mióta elkezdtem videózni, meg ugye most is tervezek kicsit többet utazni, hát nem túl jó minőségek voltak a videók, és akkor innen jutott eszembe, hogy kéne nekem egy jobb telefon, de csak azért, mert egy funkciójára van jobban szükségem. Tehát ami eddig nem kellett, az most idézőjelesen kell. És akkor ezért gondolkodtam, hogy legendásan, vagy legalábbis sokan azt mondják, hogy az Apple telefonoknak jobb a
jobb a képminősége, nem a videó minősége, és ezért gondolkodtam, hogy akkor körbenézek, hogy még az is lehet, hogy veszek valami, hát számomra drága telefont, inkább úgy mondanám. Ha van róla a véleményed, hogy érdemes-e 11, 12, 13-at venni, vagy 14-et, ezeknek most fogok utána olvasni, hogy akkor melyikben van, ami nekem kéne, ez az optikai képstabilizátor, egy csomószor van, ugye, hogy megyek és kézbe fogom, vagy ilyen selfie stickkel fogom a kamerát, és remeg az egésznek a képe. Ez zavart, most nyilván tudom, hogy meg lehet ilyen, nem tudom, gimbalnak, vagy minek hívják ezeket. Nekem nem jó, hogyha a kezembe, tehát én nem akarok, én utazok, én nem azért megyek, hogy vigyek egy egész izét magammal, ilyen stúdiófelszerelés, meg stb. Nekem a telefon tudja magától azt, amire szükségem van, tehát egy jó minőségű képet, meg hangot. Úgyhogy ha tudsz, ha van róla véleményed, azt is írd meg. Na, és akkor már ennyit, mert volt itt már NFT-től kezdve George Clooney ingatlanáig, OTP-ig, meg iPhone-ig, meg minden. Remélem hasznos volt. Hamarosan jelentkezem. Szervusz!